Abba biztos vagyok, hogy mindenki elgondolkozott azon, hogy mit csinálna, ha újjászületne. Én tanulnék, de nem mindegy, hogy hogyan. Én mindig magam tanultam a klasszikus iskolákat és a tanfolyamokat, nem jártam, kivéve a kötelezőket, nálam nem működött a kötöttség. Nem annyira egyszerű meghatározni, hogy hogyan vagy mit tanulnék, ha újra az egészet, mert mindegyik iskolának, mindegyik útnak vannak előnyei és vannak hátrányai. Egyszerű lehetne a kérdés, mert az előnyöket vesszük majd figyelembe, és a hátrányokat nem. Viszont a probléma az, hogy az élet dolgai mindig együtt járnak előnyökkel és hátrányokkal, és egymáshoz úgy fűződnek, hogy ami ami előny, az egyben hátrány is. Három napon keresztül nem volt időm fölvenni a jegyzeteimet, ezért csak fölírtam néhány kulcsmondatot, és abból most utólag fogom felépíteni azt, amit mondani szeretnék. Visszatérve az iskolába, hogy hogyan tanulnék és milyen formában bennem háromféle lehetőség van, legalábbis ezt a hármat figyeltem meg az életemben, tehát ha mai eszemmel kezdhetném újra, akkor figyelembe venném ezt a három dolgot, és ezek közül választanék. Az egyik a klasszikus iskola, ami kötött, aprólékos, egy átfogó, általános tudást fogadni. Ilyen például az az iskola, ahova kötelezően jártunk, tulajdonképpen, hogyha tanulsz ott és elvégzed, semmit nem tudsz kezdeni vele az életben. Ez nem lenne akkor a nagy baj, szükség van az általános átfogó tudásra. A legnagyobb gyengély ezeknek az iskola hogy nem napra kész a tananyag, soká jön a sikerélmény, és a társak nem igazán tudnak neked segíteni. A kétségtelen előnye viszont, hogy az alapoktól kezd, végig tud vinni valamilyen témán, és hasonló érdeklődésű emberekkel vagy körülvéve. Most elragasztottam az általános iskolától, már olyan iskoláról beszélek, ahol már tanulsz valamilyen szakmát, vagy valamilyen konkrét érdeklődési körben akarsz valahova haladni. Tehát túl vagyunk a kezdeti kötelező iskolákon, most már választottál valamit, és olyat választasz, ahol szakmát tanulsz, vagy valamilyen konkrét tudást szerzel meg. Ez egy nagyon jó út, de csak akkor, hogyha az a konkrét iskola nagyon pontosan és tényleg a célra tud orientálódni, és átadja neked azt a tudást, amire valóban szükséged van ahhoz, hogy érvényesülj az életben. A legtöbb esetben ezt hiányolni fogod, viszont megkapsz egy nagyon erős alapot, akár egészen megközelíti azt, ami az életben majd szükséges neked, mint tudás. A második út az autodidakta tanulás. Itt szabadon tanulsz, inkább szakaszokban foglalkozol a tudás megszerzésével, és a tudásod is olyan lesz, hogy szakaszokból fog összeállni majd később a nagy Az autodidakta tanulás nagyon Célirányos, és a szabadsága miatt napra kész tud lenni. Tehát pontosan azt tanulod meg, ami éppen akkor aktuális és szükséges neked. Személy szerint nagyon sok ismeretet az autodidakta tanulás során szereztem meg. Gyengéje, hogy hiányoznak az alapok, nem kapsz segítséget senkitől, és kizárólag csak magadat tudod motiválni. Előnye viszont, hogy szabadon haladsz, azonnal van sikerélményed, és azonnal használhatod a megszerzett tudást. A harmadik út az élet iskolája, ami funkcionális mindenben, így a célban és a motivációban egyaránt. Gyengéje viszont, hogy valamilyen alaptudással kell rendelkezni, amit vagy az iskolai úton szereztél meg, vagy autodidakta módon. Mindig sürget az idő, és nem a tanároktól van elvárás, hanem a környezetettől, tehát éppen amiben élsz és dolgozol, ott kell megfelelj valaminek, és ez fogja adni rád a nyomást. Ez alatt a nyomás alatt sosincs időt gyakorolni, tehát mindig dolgozol. Ez egy nagyon aktív tanulási mód, így a gyengéje egyben az előnye is lesz, tehát mert aktív, és éppen életszerű és funkcionális. Naprakész tudást fog adni. A legtöbb esetben szakmai környezet vesz körül, tehát azonnal kapsz segítséget. Gondolj bele, hogy ha valamit meg akarsz oldani, ott ül melletted az a kollégád, aki már ebben jártas, csak megkérdezed, elmondja, és azonnal funkcionálisan beépíted a feladatodba, és rögtön meg is tanultad az egészet. Nem kell végiglapozzál valamit, nem kell autodidakta módon YouTube-on akár megnézned, hogy mit, hogy kell csinálni, hanem rögtön kapsz egy választ. További hatalmas előnye, hogyha jól választod meg a környezetedet, akkor nagyon változatos munkában vehetsz részt, és így változatos lehet a motiváció. Tehát funkcionális, naprakész, Csodálatos. Az élet iskolája a legjobb. Én mindhármat csinálnám egyszerre. Ha újra kezdeném, akkor a klasszikus iskolával kezdeném, és ha lehető leggyorsabban elhagynám, és azonnal valamilyen konkrét irányba koncentrálnék. Természetesen ez az egész a felnőtt időszakra vonatkozik. Gyermekként az alapokat tanulnám úgy, hogy megtanuljak közben tanulni, dolgozni. A szüleimmel mindenképpen egy olyan utat választanék, amely a képességeim fejlesztését meg tudja valósítani, miközben egyben szórakoztatnak is engem. Az energiáimat hasznos dolgokkal kössék le, nyissák fel a szememet a világ felé. Semmiképpen ne gátoljanak, ne korlátozzanak, ne neveljenek, és ne idomítsanak. Szabad embernek tanulnék. Ezt tenném, ha újjá születnék. Már gyerekkoromban is ezért küzdöttem az elvárások iskolájában.